Hallgattatok Fekete Vonatot? Én voltam is a koncerten. Voltál? Az első sorban csápoltam. És veszteséges volt? Figyelj, hogy tele volt az egész. És megláttam az egyik bevásárlóközpontnak a parkolójában. Mondtam, apu, ott az Alekusz, légy szíves, menjünk oda, kérjünk egy közösségbe. Imádom. Hogy... Na és akkor Merci, készültem erre a kérdésre. Kit kellett lepippattanod, hogy te kapd meg a belevaló műsorvezetését? Most volt egy nagyon rövid kapcsolatom, és elég furán alakult, hiszen a szomszéd fiúval voltam együtt. A házi nyúra nem lövünk. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Címlap Store, itt vagyunk a győztes a versenyben, ezúttal Viki és az ő kalapja, és itt vannak csodás vendégeink, akiknek nem is engedjük el a kezét. Szevasztok! Sumahely Vanda, Balázs Merci, szevasztok! De egy tapsal szeretnék köszönteni, ez ilyen hagyományá vált, szuper, hogy itt vagytok, csajok, sziasztok! Egész végig vinyogva röhögtünk, elkezdődik a felvétel, és a két lány... Sziasztok! Persze, mert ránk szóltatok, hogy maradjunk csöndben, jaj, ameddig levegyek a vagyunk tartva, de mindegy, ezt ugye nem adhatjuk le, hogy terrorba tartatok minket. Igen, lehet, hogy egy kicsit. Segítség! Hát, kicsit kívülállónak érzem magam, több szempontból is, de leginkább az, hogy itt van három ilyen való világjárt ember, vagy hát való világhoz nagyon komoly közötök volt, vagy van, vagy lehet, hogy nekem hát mindenkinek lesz. Van egyébként, igen. Szerintem. Kicsit egyébként a Vanda ebből kiesik, mert ugye Cédesz, hát mert melyik nevedet használod most? Hát de nem úgy kell mondani, hogy Cédesz, Széda, Szedesz, hanem úgy kell mondani, hogy Szédesz. Szédesz? Eszel? Igen. De akkor miért nem úgy van írva? Mert úgy van írva, hogy Cedes, mert Cédesz. Ja, és értem, tehát ha látom, hogy csak meg ott a mellkasodom, vagy hát a szedcsontodom, vagy nem is tudom, ami ott van, aztán azért mondom, de amíg a Cédesz, Cédeszt használod? Cédeszt, igen. Cédeszt? Jó, akkor így szólítunk, csak azért. És fájt, amikor ezt rátetoválták? Hát nem volt kellemes, őszinte leszek, és egyébként sokkal kisebbet akartam, de amikor már így átvertek. Na, esküszöm, amúgy imádom a tetkósomat, de megláttam, hogy így... Mondom, hát ez nagy lett, de így nem mondtam nekem, mondanak, hogy tök jó! De figyelj, amúgy nem értek hozzá, van néhány tetoválásom, de ezt előtte így fölrakják, és meg szokták kérdezni, hogy jó-e nálad, kimaradt ez a rész, igen, azonnal tetováltak? Felrakták, és akkor csak így néztem. Ja, értem, mondom, föntről kisebbnek tűnt így. Ja, mert nem láttad, mert ugye igen, nem mondom, nem jó lesz, akkor nyomjuk fel, mert utána előtte csináltunk még egy tetkómat. Sietett, érted? Persze. Az ilyen dolgoknál érted, muszáj. Jó, amúgy tetszik egyébként. Köszönöm tehát szépen. Király. Magadra varrott, nem? Persze. Azt, hogy Cedesz. Ide a homlokon. Cédesz. Mint a Mercedes. De várja, nem jön ki jól, mert Mercedes. Igen, de hogyha ilyen spanyolosan ejted, vagy izén, vagy ugye... Hisz Magyarországon, hogy ejteni? Csak spanyolosan egyértelmű. Úgy Mercedes. Ez biztos Kolumbia miatt van, tudom. Spanyol. Rám ragadt. Hú. Na mindegy, megtudtuk ezt is. És ugye, hát az az egyik apropó, hogy itt vagytok, hogy mind a ketten ugye való világ műsorvezetők vagytok, illetve Cédesz, te belevaló, és Vanda, te pedig ugye való világ műsorvezetője lettél. Azért ez egy brutál feladat. Hogy boldogulsz vele? Figyelj, nagyon szeretem. Szerintem nekem sokkal jobban áll, mint a belevaló bármikor, és a Mercinek is sokkal jobban áll a belevaló, mint nekem bármikor. Szóval kicsit így úgy érzem, hogy minden a helyére került. Szóval örülünk ennek mind a ketten. Igen. De te ilyen nagyon, nagyon lámpalázas típus vagy, és előre bemagolsz mindent, és felkészülsz egy adásra? Vagy ez nálad hogy zajlik? Mm. Tehát jobban rákészülsz, gondolom, mint mondjuk egy belevalóra. Nem, igazából pont, hogy fordítva működik ez az egész, hiszen a belevaló az improv. Azt nem mondta, hogy a belevalóra többet készültél. De esküszöm, tényleg. Arra, mert hogy ezt azért mondom, mert... Az összefoglaló az nekem kicsit ilyen biztonsági játék, hiszen én alapból ugye színész vagyok, ott azt szoktam meg, hogy megtanulom a szöveget, elmondom, és akkor nem történik semmi probléma. De most a belevalónál néha rászóltak a fülemre, hogy figyelj, mondjuk 2 perccel többet kell beszélned. És az teljesen impro. Tehát, hogy ugyanúgy, mint az ilyen nap a Budapestben, az a teljesen improvizációs, ott nem tudod megtanulni, míg az összefoglalóba ott másodpercre pontosan kell tartani, hogy mennyit beszélsz, mondják nekem mindig a fülemre, hogy mondjuk 20 másodperced van, 38 másodperced van, és akkor van időt kitalálni, hogy mit fogsz mondani, vagy megtanod előre, és akkor azt mondod el, amit kell. De ez nagyon furcsa, mert a belevalóban egy kicsit bolondosabb, szórakozottabb énedet mutattad meg, míg a való világban egy klasszik műsorvezető szerepét hozod. Melyik áll amúgy közelebb hozzád? Melyik vagy te igaziból? Szerintem most már az összefoglaló.
De nyilván az ember változik, ugye 2 éve volt az utolsó belevaló világ, és akkor még sokkal fiatalabb voltam, akkor sokkal bohókásabb voltam. Igen, most már nagyon öreg. Igen, de nem csak, hogy azóta meg ugye rengeteg kapuzárási minden történt. Pánik, meg minden. Mindjárt 25 leszek, nem hiszem, ki vagyok borulva. Nagyon kemény. Negyed évszázad, az azért sok. Az ott már sok minden történt. Rontasz a helyzetem. De tényleg szerintem ez az elmúlt 2 év is azt mutatja, hogy sok minden történt. És megérettem arra a változásra, aminek jönnie kellett. Na és akkor merci, készültem erre a kérdésre. Kit kellett lepippattanod, hogy te kapd meg a belevaló műsorvezetésre? Hát Viki, a családodba tartozik, de nem akartam beszélni. Úristen, milyen jó kis beszólások vannak. A családban marad, nem viccelek. Nagy pártban vagy. Nem, viccelek egyébként, mit szóltál a lehetőséghez? Én nagyon örültem neki. Persze. Én nem. Mindegy. Broki csoki, nem? Így az volt az. És nem csak a broki csoki, az volt életem egyik legnagyobb szégyene. A broki csoki? A, igen, az volt az egyik. Mondom a másikat, amiben ismételten részt vettél. Mondjam? Szeretnél? Nem tudom, melyiket. A másik a... hát tudjátok, van ez a műsor. Az észbontok? És amikor várjatok, de várjatok, amikor azt mondják nektek, hogy kis izé esztergomi kislány, ezért még suli is. De onnan indult a karriered, Merci. Tehát voltál az észbontokban, én álltam. Elmondhatjuk, akkor felvállal. Ehhez is gratulálok, Viki. Köszönöm. Ez azt hiszem karriered egy másik sarokpontja. Akkor innentől kezdve mindenben 10%, nem? Így tehát, van, egyébként. És a csoki brokit amúgy nem hittem, hogy elhiszed, de azt már megbeszéltük. Nyugtassuk meg, légy szíves, mert nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam. De tudod, miről beszélünk? Igen, tudom, persze. Hát azt, hogy én hogy lehettem ilyen gonosz, bementem ezt a kedves kislányt, nagyon sokan írtak. Nézők, és én nem tudjuk, hogy mi volt. De a nézők tudják szerintem, főleg akik minket néznek, hogy volt egy jelenet a való világban, amikor még a Mercike lakó volt, és én bementem, és kitaláltam azt, hogy egy csoki reklámkampányának szeretném őt felkérni, ennek a csokinak Broki volt a márkája, Merci tökre beleérte magát, és gyakorlatilag... Úgyhogy angol tudás, tehát azt mondtad, hogy angol tudás nulla. Csak hogy a csokiban mi kell angol tudás? A Broki miatt. De hát a Broki is magyar. Nem, úgy írtam, angolosan volt, tudod, Brocki, és hát a kiejtés Broki, ugye ez olyan, mint a Cedes, spanyolul Cedes. Megfogtál szépen. Tehát ugye felolvastatott velem angol szövegeket a reklámhoz, hogy ez most milyen jól fog jönni, és hogy mennyire szeretnének egy 60 kilós, szétvagdosott hajú. De azt nézni, és az volt a kedvencem. Mondtam neki, tudod, táncol amúgy, és akkor mondtam, hogy jó, akkor kössük együtt. Lamba, gyere a számba, Brok. Szamba vagy valami. Ja, szamba, gyere a számba, Brok. És jött is a Brok. Á, vinyogva rögtön. Az egyébként, nekem az egyébként a kedvenc egyik valóvilágos, emblematikus elemem, amikor a csoki Brokit lenyomtuk együtt, de hát már túl vagyunk ezen, aztán nagyon a sikeredhez. Én újabb köszönettel tartozom neked, viszont ezúton szeretném elmondani a kedves címlapszori nézőknek, hogy jövő héten az Élet és Irodalom 2 szerkesztője lesz a vendégünk. De csak a biztonság kedvét le akartam szögezni. És akkor csajok, hát kezdjük el azt, amiért itt voltok. Ugye a címlapszoriban mindig olyan híreket hozunk, ami a blik.hu-n az elmúlt egy hétben a legolvasottabbak közé tartozott. Jöhet az első? Persze. Szuper. Hát Béres Anettel kezdjük az eheti címlapszorit. Kolléga. Nem tudom, hol baltázta, mert az életemet mondta, hogy nem talált pasit, vége lett egy hosszú kapcsolatának, és hogy most a Tinderen keres magának. Hát leginkább a gyermekeinek, vagy gyermekének édesapát, mert hogy nagyon ketyeg Anett biológiai órája. Mit gondoltok erről? Tinder? Igen, mostában nekem is volt egy ilyen Tinderes sztorim, és ugye azt írtam be a bióba, hogy férjet keresek. De igazol? Kicsit ilyen vicceskedve, amúgy meg, ha már visszatérünk erre a kapuzárási pánikra, amúgy én lennék feleség. Hát természetesen igen. Abszolút. Jó sok pénz mellett. Az fontos neked például, hogy ha mondjuk lesz egy pasi, ez pasi, most csak egy vicc volt, de egyébként nekem nem vagyok anyagias, tehát úgy vagyok vele, hogy nem kell nekem, hogy megvegyenek mindent, nem tartsanak el semmi, viszont szerintem férfiatlan az, hogyha egy felnőtt férfinek nincs meg a maga összege, ugyanis basszus, tehát miért nincs meg? Igen, de nekem az egy kicsit elveszti így a férfiatlanságát. De te mennyasszony vagy, nem? Én mennyasszony vagyok, igen. Na, gratulálunk, mert akkor már te előrébb jársz itt mindannyian. Akkor megtaláltam azt, aki love and... És ő megfelel minden kritériumodnak? Igen, egyébként megfelel. Mit lehet tudni a párodról, meg a párkapcsolatodról? Hát... húha. Na jó, igazából másfél éve vagyunk együtt, eljegyzett Párizsban, tök jó volt, utána elvitt Disneylandbe.
aztán összeköltöztünk ilyen három hónap után. De terveztek az esküvőt? Vagy ez most ilyen hosszas jegybenjárás lesz? Hát ez egy kicsit hosszabb jegybenjárás lesz, illetve ahhoz kötöttük, hogy majd leszedik a fogszabályzómat, és akkor utána valami. Ja, hogy az esküvői fotón ne legyen ott a fogszabályzó? Tehát hát igen, meg azért nyilván most másfél éve vagyunk együtt, azért ez egy komoly döntés, tehát ennek el kell telni egy időnek, tök jó, hogy eljegyzett, mert tényleg láb van, rózsaszín köd, meg minden. Viszont úgy gondolom, hogy az esküvő az egy komolyabb dolog, és akkor így el is telik egy idő, amiben meg tudjuk határozni azt, hogy akkor biztosan, hogy egymásai vagyunk. Vagy valami ilyesmi. Ja. Viszont, hát ha már ugye való világ témakör, a Béres Anett szága folytatódott Alekosszal. Mert hogy Alekosz elolvasta a Béres Anettről írt cikkünket, amiben ő azt mondta, hogy párt keres és fölment a Tinderre, és akkor ez a csodálatos férfi jelentkezett, hogy ő nagyon szívesen lenne Anett párja, és azt írta neki, ezt engedjétek meg, hogy kicsit idézzem, azt mondja, hogy arra kérlek, álljunk össze. Sztárok vagyunk mindketten, meg aztán anyagilag is jobban kijövünk. Munkám most nincsen, de 240 ezeret szoktam keresni, valóta be. Alekosz majd így folytatta. Kedves drága Anett, elfogadod-e? Adhatok-e neked rendezvút szombaton 17 órakor a Kampónában? Fogyasszunk el egy forró csokit, habos kakaót, vagy pedig egy sárga borsó főzeléket fasírtal. Ne válaszolj, csak legyél ott, várni foglak. Ti ellen tudnátok állni egy ilyen ajánlatnak? Ellen. Szerintem, igen, ellen, ugyanis szerintem talán nincs olyan nő, vagyis, bocsánat, szóljatok, hogyha tévedek, aki talán Alekosztól ne kapott volna még üzenetet, akár komment szekcióban, akár privát üzenetben. Alekoszt várom. Te vártál amúgy? Vagy te kaptál, Merci? Volt valami, igen. Most azt hiszem Instán, és volt egy TikTokon is odaért valamihez. De mit? Mondom, TikTokon neked nem? Hát, hogy... Nem, de azt hadd mondjam el, hogy én életemben két embertől kértem ilyen fotót, tudod, hogy így szia, arra úgy csinálhatunk egy közös képet. Nem, az egyik az kim volt New Yorkban, és Demi Lovato, a másik pedig Alekosz. Alekosz. Megvan ez a kép? Ne, apukámnak lehet, mert apukám fotózta voltam, szerintem 13 éves. Imádtad, rajongtál Alekosszért? Persze! És ki akkor, nem hát, én is imádtam egyébként, én való világ volt, otthon ültem, néztük anyuval minden este, meg apuval, figyelj, és megláttam az egyik bevásárlóközpontnak a parkolójában. Mondtam, apu, ott az Alekosz, légy szíves, menjünk oda, kérjünk egy közös képet. Imádom. Tehát, hogy nekem nem írt, de nekem cserébe van bele közös fotóm, szóval. Ja, hát de szeretnéd, hogy írjon? Nem, engem inkább az érdekel, hogy melyiket a nagyobb becsben a Demi Lovatoval készült Amerikában készült fotót, vagy pedig Alekosszal a parkolóban. Alekosz. Jó, én azért bocsánat, üzenek Alekosznak, hogy figyelj, Alekosz, itt van Vanda, a rajongót, szerintem nyugodtan mehet neki egy üzenet privibe. Úgy hallottuk, hogy most szingling. Jó, de azért hozzá kell tenni, hogy nagyon intelligensen fogalmazza meg, hogy ő fel akar kérni egy lányt randira. Volt, nem is tudom, valamelyik műsorban, és akkor fel kellett hívni a Tóth Andit, hogy elhívja randizni. Tök jól kezelte az egészet, tök jól megfogalmazta, tök jól mondták, és elfogadta a válaszát egyébként. Szóval szerintem... Nem, én nagyon okos fickó az Alekosz, tehát hogy ez egyértelmű, igen. És ezt most azért mondok róla csupa jót, mert nem sok erő is a vendégünk lesz itt a címlapszoriban, szóval üzelhettek neki. Viszont nekem nagyon-nagyon direkt ez a fajta randira invitálás, tehát hogy még azt is megmondja, hogy mit tehetek, meg mit ihatok, hát azt majd én eldöntöm, hogy mit hát akarok enni, meg mit akarok inni. Tehát, hogy... is meg. Ja, igen, abban nem fér bele. Főzelékig mentünk el, tehát nem... Mercinél kiesett, mert ugye hallottuk, hogy mit szeretne egy férfitől. 250 ezeret. Volt-e már veletek olyan, hogy valamit felújítottatok, vagy felújítottatok, és nagyon rosszul sikerült? Azért kérdezem ezt, mert hogy nagyon sokan olvasták el a Blikken azt a cikkünket, aminek ez volt a címe, hogy ezt kivette így át, egy tengeri malacnak is alacsony lenne az ireg szemcsei óvoda mosdója, térdelve, ülve mosnak kezet az ovisok és a bölcsisek fotó. Itt is van egyébként, hogy ennyire látjátok, hogy az ovisoknak térd aláig ér gyakorlatilag. Tehát volt ilyen nektek, hogy hát, nagyon rosszul sikerült? Hát a Merciről tudjuk, hogy egyébként mi is a szakmán. Az igazi. Na? Na mi? Az igazi? Meg, igen. Hát az igazi. OnlyFans, nem viccelek. Asztalos. Asztalos. Merci asztalosként végzett. Itt egy asztalos igen. Ül. De ez nem vicc, ne röhög rajta, ő asztalos. Nem, azon röhögök, hogy az Only, azt azért fejezd be, azt nem mondhatod. Az a jelenlegi szakmája az OnlyFans. Ez mi is az OnlyFans oktató? Milyen
erről majd még beszéljünk. Úr, és ezt szeretem. Hirdetést tartalmaz. Ennélkül nem engedünk igen, el. Igen, az elején írjátok ki egy hirdetést. Tehát te asztalos vagy. Igen, és akkor... nem, csak végeztem asztalosnak, ez 5 éve volt, hogy én az asztalos szakmát letettem, azóta nem dolgoztam benne, bár mondjuk mire ez majd lemegy, addigra már tudni fogják, szóval a villalakókhoz volt szerencsém most bemenni oktatni, hogy ez hogy fog sikerülni, hát... Igen, ő az asztalosan, tehát a szakmát igen. ott azt a villalakóknak. Igen, ma is megyek. Nagyon jó. Nagyon érdekes. De otthon szoktál szerelgetni, összerakni ilyen dolgokat? Tehát, hogy te amúgy milyen típusú csaj vagy? Figyelj, simán, hogyha valami van, valamit össze kell rakni, bár azért ritka, akkor szülesen beverek egy szöget. Amúgy ebben valahol van egy ilyen nagyon ilyen girl power dolog, tudod, hogy így nekiállsz, és azt mondod, jó, én is le tudom verni a csempét, vagy én is ki tudom cserélni a csaptápet, mert hogyha megcsinálsz egy ilyet, akkor nőként azért te is érzed, hogy bármit. Pasiként is, én most kicseréltem a kád lefolyó rendszerét, 4 óra volt, 3 ideg összeroppanásom volt, de tiszta vér vagyok még mindig, de sikerült. És semmi más nem kell hozzá, csak bátorság. És állj folyik. Nem, megcsináltam. Jó. Most voltam úgy, hogy tönkre ment, képzeljétek el a cipőszekrényem, az egyik csavar kijött, és próbáltam napokon keresztül megcsinálni. Nem tudtam. Átjött a barátnőm, de azt mondja, hogy megcsinálja. Mondom, hagyjál már, mondom, ehhez szakik el. Gyerekek leült, 3 perc alatt kicsavarta, becsavarta, mondtam, hogy na jó, ez nincs. Tehát, hogy egyébként biztos van olyan csaj, aki ért hozzá. Én merci. Merci kellett volna hívnod. Én kellett volna hívnod, igen. Megcsináltam volna neked. A hét egyik legnagyobb botránya a Fekete Vonathoz és az ő koncertjükhöz kapcsolódik. Nagyon sokat írtunk erről. Csak pár mondatban összefoglalva a dolgot, az a lényeg, hogy Fatima és Beat, ugye a zenekar két tagja, ugye Junior mellett, elvileg sokkal kevesebb pénzt kaptak, mint amit elvileg megígértek nekik, most mindent idézőjelben mondok, mert nagyon sok pletyka van sok irányból. A lényeg az, hogy elmarad a parkos koncertjük is, és hogy azt mondják, hogy annak ellenére, hogy az egész social media tele volt a teltházzal, azt hozták ki végül, hogy üzletileg nem érte meg a koncert, és hogy veszteséges volt. Szóval, hogy ott most minden van, és hogy x év után összeállt a Fekete Vonat, mi a véleményetek erről? Egyáltalán ti hallgattatok Fekete Vonatot? Én voltam a koncerten. Voltál? Az első sorba csáp voltam. És veszteséges igen. volt? Figyelj, tele volt az egész, tehát hogy olyan sorát, hogy... De várjál, te ingyen voltál? Minket a Fatima hívott. Na, az mondjuk lehet. De egyébként bementünk, és tele volt, tényleg tele volt. Tehát, hogy olyan sor állt, hogy én olyat még nem láttam konkrétan. Bementünk, nagyon jó volt a hangulat, nagyon jó volt az előadás, nagyon jó volt minden. Nem tudom, mennyire igaz, most én sem fogok nyilván itt állítani dolgokat, viszont hogyha ez a hír igaz, akkor az nagyon ciki, mert ők egy olyan előadást adtak ott, meg egy olyan érzést adtak át, annak ellenére, hogy volt olyan zene, amit én mondjuk nem ismertem, hogy az tényleg felbecsülhetetlen. És ugye én itt vagyok 21 évesen, nekem teljesen más érzés adott, és mondjuk a 30x meg a 40 éveseknek is más érzést adott, mert visszahozta úgymond a gyerekkorukat, mert azért nagyon sokan hallgatták, és valószínűleg igaz akkor, hogyha a Budapest parkos fellépést is lemondták, illetve hasonlók. Azt mondta Fatima, hogy bárhogy is lesz, én a Fekete Vonatot lezártam. Nyugodt kis életem van, távol a médiától, és nem hiányzik ez a felhajtás. Emberileg sokat kivett belőlünk, én csak zenélni akarok, hamarosan pedig új projektbe kezdünk, és szeretné ebben, hogy a Beat is közben működjön. Szóval akkor úgy néz ki, hogy vége. Igen, vége. Hát nem tudom, szerintem elég szánalmas dolog, hogyha ez tényleg igaz, mert ők mindent megtettek, és egy olyan brutál koncertet adtak, hogy tényleg le akarok felelőttük. Én 30 pluszos vagyok, mint említetted. Ezt nem kell hangsúlyoznod, ezt hát, tudjuk. De mert megemlítette, és összefutott. 30 múltam el egyébként, és összefutottunk a Fekete Vonat koncerten egyébként Mercivel. Én is ott voltam. Kösz, hogy emlékszel. Mert annyira a végén volt, csak ilyen mert kifelé jött, de milyen aranyos, hogy ott voltunk, nem? Persze. Nem emlékszel, van ilyen negyedik sorban. De. Na és én csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy életem legjobb koncertje volt, és bárhogy is van ez az egész a háttérben, amúgy ez nagyon szomorú, tehát ezek egy ikonikus dolog, igen. Sok mindenkit inspirálnak, honnan jöttek, hova jutottak, és egyébként az, hogy most ezt nem tudják rendezni, és nem öntöttek tiszta vizet a pohárba, ez amúgy szerintem gáz. Igen. Bárhogy is történt, amúgy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogy nekem ez egy kicsit ilyen rosszul érintett, hogy egy ilyen jó koncert után még ezzel kell foglalkozni. És hogy erről beszélünk. És hogy erről beszélünk, nem arról, hogy egyébként nagyon jó volt, nagyon jó előadás volt, tök jól éreztem magam. Igen. Engem képzeljétek el, senki se hívott. Én ezt csak engem se az annyi, hogy én megvettem, gyerekek, én megvettem a jegyeket, tehát én pénzért voltam. Baszki, valahogy én ezért se fizettem.
De kemény. Viszont, ha már ugye itt van egy Mercedesünk is, a héten kiderült a Blik egyik cikkének köszönhetően, hogy kiderült, melyik használt autóknak tekerik vissza leggyakrabban a kilométer óráját. Egy listát is hoztunk. Így csinálsz? Igen. Legnagyobb számban a német autókat érinti egyébként ez a futás teljesítmény csalás, ezt így mondják. Leggyakrabban az Audi A8-as típusú szedán gépjármű kilométer óráját tekerik vissza. Az ellenőrzött Audi A8-ak több mint 30%-a vissza volt tekerve. Ti szembesültetek már ilyennel, hogy megvettetek valami nagyon otrogány, rossz, csotrogány autót? Mert én már igen. Nem mondom, csak olyat, hogy visszatekertük, de az más. Ja, ti tekertétek vissza, semmi gond. Van jogosítványotok? Van 3 éve. Neked? Most már lát 4. Uh-huh. És mindketten vezettek, autótulajdonosok vagytok? Igen. Van, de akkor még nem. Nem. De tervben van? Ilyen nézve, nem tudom. Ugye? Bocs. Azért ez egy nagy felelősség. Igen, azért mondom. Szögezzük le. Azért gyors hajtások. Igen. Hát nem kell előre rendszem. Az a titka. Azért is, mert ugye sokat vagyok külföldön, hogyha meg dolgozom, akkor általában meg, hogy ne késsek el, ezért ugye a munkáltató küld autót, szóval, hogy igazából teljesen felesleges lenne, meg bennakom a belváros kellős közepén, tehát még gyalog is minden max 10 perc. Neked is ezt kéne, hogy a munkáltató küldjön érted autót, és akkor idejénél pontosan. De azt akartam kérdezni, hogy amúgy tömegközlekedsz? Tehát felszállsz? Ja, bocsánat, akkor. Akkor meg is ülted a témát. Te taxizol. Van pénzed taxira? Jó, hát ez is valami. Igen, vagy általában ugye a cég fizeti a taxit nekem. Ez milyen szerényen hangzik? Volt. Tömegre soha nem szállod. Hát figyelj, valaki ingyen koncertjegyeket kap, valaki meg ingyen taxit. Ja, értem. De egyiket sem. Mindenki megválasztja saját magának, majd megbeszéljük, hogy hogyan kell. Viki, valamit elrontottál. Valamit nagyon. Vannak tippeim, hogy mit? Azért nem tömegközlekedek, nem azért, mert érted degradál vagy bármi, hanem olyan szürreális dolgok történtek, tehát meg van mondjuk 2 éve az, amikor volt a villamoson, a 4-es 6-oson egy ilyen verekedés, meg ott gáz. Én videóztam le, és valaki lelógta a videót. És én néztem, hogy mi történt, akkor pont privát volt a profilom, és kitettem a videót, elmentem egy megbeszélésre, és miután egy óra után megnyitottam a telefonomat, láttam, hogy 11 000 engedélykérésem van, mondom, mi történt. És akkor, hogy addigra már hívtak a híradót, hogy mi történt, kik verekedtek, miért voltam benne, be kellett mennem a rendőrségre tanúvallomást tenni, mert elég. És azt mondtad, hogy mivel ez mindennapos, azért inkább a taxit fizesse a cég. Lehetem, ezt nem bírja. A kedvetekért, csajok, hoztunk egy valóvilágos cikket, nagyon sokan olvasták. Barna olyan keményen kiosztotta Renit, hogy a sírva fakadt, nincs agyi kapacitásod, mondta neki. A két valóvilág lakó, René és Barna konfliktusa kezd egyre inkább elmérgesedni, ugyanis legutóbbi vitájuk odáig fajult, hogy a lány teljesen kiborult egy beszólás miatt. Én most átadom nektek a szót, mert megmondom őszintén, én már alszom a valóvilág ideje alatt, úgyhogy se a szereplőket nem ismerem, hú, de sznob vagyok, mi? Bocsánat. De tényleg amúgy én volt, hogy néztem, most nem. Tehát, hogy... Hát pedig az idei valóvilág azért kiemelkedik. Igen, szerintem. Vissza lehet nézni, vissza fogom nézni. Jó, vissza fogom nézni. Nincs kedved előfizetni, akkor na, mit gondoltak az idei valóvilágról? Nekem az a véleményem egyébként, hogy minden évadban máshogy akarnak ugye az elején így. Te is tudod, jó, hogy bemész, és akkor mindenki az első 1-2 hétben így nagyon meg akarja mutatni magát, és minden évadban máshogy jön ez ki. Nálunk mindenki sekvie volt, és nagyon diplomatikusan akart mindenki fogalmazni. Tényleg egytől egyig, mindenki nagyon diplomatikusan akart fogalmazni, nagyon ízé akart lenni, nagyon jó akart lenni, nagyon kameracentrikusak voltunk, ezt szerintem mindenki aláírja. Ennél az évadnál pedig pont az ellenkezője, hogy lehet, hogy nézték az előzőt, és akkor mondták, hogy jaj, azért valljuk be, lehet, hogy a mi évadunk volt a legunalmasabb talán. Ezt azért sokan aláírják, de aztán nem biztos, Covid volt, azért nézték annyira. Lényegtelen, szóval az lényeg, hogy szerintem most meg egy másik forma, meg tudod tényleg, hogy az egyik ember nagyon át tudja vinni a másikat, tehát az egyik folyamatosan csúnyán beszél, és mondjuk te azzal barátkoztál össze először, akkor nem feltétlen kell neked is csúnyán beszélni, de az a zárt körülmény annyival másabb, és ez tényleg senki nem fogja fel, csak az, akiben volt, hogy annyi minden más dolgot ki tud beled hozni. Mondjuk a Bibi, ott volt bent a Bibi, azért nem beszélt akartam a legszebben, pont. Nem beszélt a legszebben, nem beszélt a legaranyosabban az elején, amikor nagyon már akarta magát mutatni, viszont ahogy kezdődött az ő játékának a vége, ott már azért voltak már, akik szerették őt, mert megmutatta egy olyan énjét, ugye, a Kriszti által egyébként, ő elhúzta egy olyan irányba, amit tök szerethető volt.
Ezen a hír kapcsán én még emlékszem a te való világodra, ugye voltam is bent, és én nagyon-nagyon haragudtam rád, mert neked is volt egy szerelmi szálad, amiről igen, azért megosztottak a vélemények. Egyébként Móval, aki azóta Armand néven óriási karrierbe futott az Ázsia Expressbe, hozzáteszem, hogy ott te voltál egy picit egy ilyen alárendelt szerepkörben, hogy ugye nem vetted észre, hogy esetlegesen a Mó közeledése nem érzelmi alapú. Most a Reninél is lehet, hogy ez van, hogy nem érzel hasonlóságot, például a Reni karakter és a saját karaktered között. Tehát te tudsz azonosulni ebben a felállásban például a Renivel? Vagy mit gondolsz erről? Nem tudom mennyire, mert nem tudom, hogy vannak-e érzései, ugye ezt nem mondta, hogy neki most vannak érzései, vagy sem. Nálam inkább az dominált, hogy nem is érzelmek voltak, de inkább vágy, mint szerelem. Mert ez, ahogy kijöttünk, ugye teljesen megváltozott bennem, szóval váltig állítom, hogy az inkább vágy volt a Mó iránt. És észrevettem egyébként azt, hogy a Mó engem nem szeret, tehát ez a tisztában voltam, viszont nagyon nehéz volt, ugyanis ilyen oda-vissza játékot játszottunk. Tehát, hogy egyszer azt éreztem, hogy jó, akkor gyere, vagy ú, lehet, hogy most szeretett meg, utána pedig azt éreztem, amikor mondta, hogy de nem, hogy ja, nem. De közben volt az, aki a legközelebb állt hozzám oda bent, volt olyan, hogy megfogadtam, hogy ugye soha többet. Hát ezt Reni is többször megfogadja. Azt, igen, igen, szóval nem tudom, hogy itt a Renieknél mi dominálhat, de nálam inkább az volt, hogy azt hittem, hogy szerelmes vagyok. Közben észrevettem, és tudtam egyébként, hogy kéne cselekednem, viszont valahogy nem tudtam. Hát jó, minden címlapsztoriban a két utolsó hír a két vendégünkről szól, amit legutoljára írt rólatok a blik.hu. Kezdjük Vandával. Igen! Nem durva a cikk, semmi durva nincs benne, nyugi. Schumacher Vanda akkora fenyőfát vett karácsonyra, hogy nem fért ki a lakásból, a konyhába is beszorult. Fotó, videó, sajnos a fotót nem tudjuk mutatni, mert ez egy 24 órás Insta story volt, és mire megtaláltam ezt a cikket, már sajnos nem volt elérhető. De hogy igen, vért izzadt, hogy kiutassa a lakásából hatalmas karácsonyfáját, túl kicsi volt a hely, így a konyhán keresztül próbálta meg átcibálni, de azon is elgondolkozott, hogy kipréseli az ablakon, végül az első verzió mellett döntött. Igen, mert kocsik álltak lent. Tehát, hogyha nem álltak volna lent autók, akkor úgy kivágom, mint a sic. Még én nem azt hoztam, hogy ablak. Első, de van fél emelet, szóval technikai második. Technikai második. Mekkora volt ez a fa? Hát figyelj, nálam ilyen 4-20-as a belmagasság, és kopra volt benne a fa. Tehát úgy, hogy csúszdísz nem volt, mert kopra így állt. Az kemény. Így. És miért volt számodra ez fontos, hogy neked legyen a legnagyobb fád? Nekem ez nagyon fontos. Tehát, hogy nálunk a családban annyira nem fontos a karácsony. Ami lett a lényeg? Nem, de karácsonyfánál igen sajnos, és muszáj, hogy igazi legyen. Tehát, okay, hogy nem borom okay, értjük, a mű dolgokat, hát érted? És tök érdekes, nem akarok nagyon belemenni az ilyen bullshitekbe, de ugye pont most olvastam egy ilyen pszichológiai könyvet, még a celeb előtt kezdtem el, hogy ez majd lehet, hogy hasznos, és abban pont azt írja a pszichológus, hogy attól függetlenül, mert hogy vannak ilyen családi minták, nekünk nem kell ezt követni. És nyilván a családomban amúgy annyira nem hagyomány ez a karácsony, meg apu például utálja, mint a szar, bocsi. Nálam viszont fontos. És úgy vagyok vele, hogy nálam akkor is van karácsony, hogyha senki más nem érdekel. Szóval én gyűjtöm a díszeket, nem hűtőmágnes gyűjtök, hanem karácsonyfa díszeket. A világ minden tájáról van, szóval egy karácsony akkor mindig megnézem, hogy merre jártam, honnan vannak emlékeim, tök jó, és ezért van óriási karácsony. Ez jó. Mert én, ez jó, nekem ez fontos. Nekem csak 2,20 a belmagasságom, úgyhogy ez egy másfél méter volt nálunk. De hogy legyen szép, az tényleg fontos, meg úgy az adja meg szerintem a karácsonynak a hangulatát, nem? Tehát, hogy ez... Ez is egy ilyen challenge tudod, hogy hát majd én egyedül kivágom a karácsonyfát. Lakótársam így nézett, hogy tesz így reggel, 9-kor ezt így kitaláltad, és akkor kiviszed a fát. Beszorult a konyhasziget, és akkor olyan volt közé. És mindenhová a tűlevelek, gondolom, beszóródtak. Igen. Hány óráig takarítottad? Sok. Köszönjük. Még mindig van. Mi azt szoktuk csinálni régen, ez ilyen családi hagyomány, hogyha mondjuk márciusban vagy júniusban találsz egy fenyőfatüskét még, mert ez beszorul mindenhová, akkor mi családilag boldog karácsony kívántunk. Tehát nálunk ez volt a szokás. VV Merci álma teljesült. Ő és a vőlegénye rózsaszínben lesznek az esküvőjükön. Ezt meg Merci rólad írtuk. Nagyon jó volt. Hát nem írtunk az elmúlt időben. Igen. Ez igaz? Hogy igen, tehát, hogy nekem volt egy ilyen iszém, hogy annyira jó lenne, hogy ha nekem egy ilyen fehéres rózsaszín, esküvői ruha, menyasszony ruha, vagy nem tudom, a főnök pedig rózsaszín öltöny, vagy legalább csempészünk be valami rózsaszínt, fehérrel, vagy feketével, váltok mindegy. És egy másodpercig sem gondolkodott az úriember a fényképen, és azt mondta, hogy oké, okay. Megmondta, hogy oké, okay.
Szóval igazából ez igen, igaz. Na és akkor rózsaszínbe lesznek, de mikor várható az esküvő? Körülbelül mit beszéltetek róla? Hány év akkor a jegybejárás? Vagy te hát mit, hova lövöd ezt? Ilyen 2 év még. És családalapítás, baba az jöhet előtte, vagy nem, utána? Nem, egyáltalán nem, én mindenféleképpen szeretnék élni. Egy ilyen 20, most nyilván baba mellett is lehet, bár nem tudom, hogy milyen érzés, hogyha az embernek van gyereke, de azért gondolom gyerek nélkül teljesen más elutazni, meg azért szeretnék bulizni, és majd leszeretném zárni ezt a korszakomat, akkor pedig, vagy nyilván lehet, hogyha majd nagyobb lesz a gyerek, utána is megyek majd szórakozni, de szeretném, hogyha egy ilyen 7-8 éves koráig tényleg az legyen, hogy csak vele, és akkor így. Mert egy gyerek mellett szerintem azért annyira... Hát, én nem is akarsz gyerek mellett, nem? Mert akkor meg azt az időszak igen, kell tényleg azért. Nem tudom, ezt meg akartam egy karrierest nagyon jöttől kérdezni, hogy nálad ez egyébként hova? Én nagyon-nagyon szeretnék nagy családot, tehát úgy, hogy nem tudom, mondjuk 3 saját gyerek, a többi pedig örökbe fogadott, abszolút. És még 100 egy kis kutya. Igen, meg macskák, meg minden, igen, de hogy nem most. Szerintem még egy 5-8 év biztos, hogy van ebben a projektben. Lányok, legyen ez a végszó, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, de még nem engedünk el titeket, még nem engedünk el titeket, ugyanis szerdán láthatjátok a második részt, amikor játszunk a csajokkal a Címlapsztori Extrában. Most köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, Címlapsztori természetesen lesz jövő héten vasárnap is, addig pedig mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, olvassátok a Blikk.hu-t és a Blikket, mondj valamit, valami kedveset. Sziasztok! Nagyon jól csináltad! Kézfogás! Sziasztok!